Bemutatjuk a Derrick című filmsorozatot. Éjszakai őrjárat. Először vagyok külső szolgálaton. A rendőriskolán volt egy olyan tárgyunk, hogy helyes viselkedés különleges helyzetekben. Ezt jelenetekben játszottuk el. Milyen jelenetekben? Mint a színházban. Hirtelen történt valami, és az volt a fontos, hogyan reagálunk. Mindig elég jó voltam. Miért jöttünk ide? Egy nő felhívott a kapitányságon. Aha. Szalagon van a hangja? Fölösleges, teljesen elváltoztatta. Azt mondta, oltári fülese van, jöjjünk el ide, ígyunk egy pálinkát és várjunk. Akkor... Hívnak itt valakit Marx-tal? Igen, engem. Telefonon hívják. Hol a telefon? A sarokban. Maradj itt, és jól jegyezd meg mindent, amit szokatlannak találsz. Most aztán látsz jelenetet, de nem olyat, mint a színházban. Tessék, Marx. Szép fiú, meghívsz. Hagyjon. Még kezdő vagy mi. Gyere velem, fél óra alatt profit. Jó, jó, most nem ér rá. A puci nem engedi. Ez volt a nagy füles? Igen, megint az a furcsa hang volt. Meg kell vizsgálnunk egy kocsit, megadta rendszámát. Hol az a kocsi? Odakint a ház mögött. Ez az! Ne nyúj hozzá! Most mi lesz? Reinhardt, most maradj itt. Feltűnés nélkül. Tarts szemmel a kocsit. Telefonálni megyek. Nem, nyílt terepen. Sziréna és kék fény nélkül. Érted? Vége.
rendőrség! Kocsi. Ne mozdulj! Ne kelj fel! Nincs nagy baj. Felállok. Azt mondtam, maradj! Hol fáj? Sehol sem. Csak egy olyan ütés érte a hasamat. Azt hiszem. Rosszul csináltam valamit. De nem. Csak én. Te vagy az. Nem. Egyáltalán nem zavarsz. Hol vagy? Még a kórházban, Stefan. Gyere ide, kérlek. Nem tudom, mit csináljak. Teljesen ki vagyok ütve. Belső vérzések. Nem volt mit tenni. Új ember? Igen, egyenest a rendőriskoláról jött. Csak tegnap ismertem meg, természetesen fogalma sem volt a gyakorlatról. És most Marx azt hiszi, hogy ő a hibás a halálában. Nem lett volna szabad egyedül hagynom. Teljesen tapasztalatlan volt. Azt mondtam neki, maradj itt, legyél minél észrevétlenebb. Nem fogadta meg. A pisztolyát ki sem biztosította. Marx, a nyomrögzítők már ott vannak. Vagy olyan állapotban, hogy velünk gyere? Nem. Harry, menj egyedül, védj fel mindent. Jó. Marx kell nekünk. Ő látta a tetteseket, szedje össze magát. Mi az, hogy szedje össze magát? Ilyen állapotban úgysem érünk el vele semmit. Indulj el, majd én törődök vele. Oké. Okay. Stefan, köszönöm, nem felejtem el neked. Én nem csináltam semmit. Éppen azt. Nem betettél semmit a szememre. Adjam oda a kocsimat? Hová mész? Az irodába. Mi lesz a tanúvallomásoddal? Mit valljak? Hogy bűnös vagyok? Vagy mit? Eredj, ne beszélj zöldséget. Leírhatnád a fickókat. Nem is láttam őket rendesen.
Hallottalak megjönni. Éhes vagy? Valami baj van? Ma éjszaka, mostantól egy ember élet szárad a lelkemen. Mit mondasz? Ennek semmi értelme. Miféle szemrehányásokat teszel magadnak? A fiú hibát követett el. Ezért nem te vagy a felelős. Miket beszélsz be magadnak? Egy pillanatra szörnyen megrémítettél, majdnem elállt a szívverésem. Mi van, veszekedtek? Nem. Valami történt? Nem, apádat kellemetlenség érte. Kellemetlenség? Ezt nem lehet annak nevezni. Lelőtték egy fiatal kollégáját, aki vele volt szolgálatban. Mi? Micsoda? Lelőtték. Hála Istennek, neked nem történt bajod. Nekem semmi bajom. Mi van? Csönd legyen! Nem otthon vagytok! Ki őrült meg itt? Honnan jött ez a rengeteg nő? A tetthelyről. Harinak az volt a véleménye, hogy hozzam őket ide mi. Gyere vissza! Ne haragudj, de arra gondoltam, ez a legjobb. Mindenki, aki tanú lehet, szemtanú, fültanú, ide velük. Mindenkivel, aki kiismeri magát a dologban. Most meg persze nem tud senki semmit. A két férfi se, és az se, aki lőtt. Teljesen ismeretlenek. Le se tudják írni őket. Így van. De lehetett volna másképp is. Az, hogy egy közülünk való szerencsétlenül járhat, őket teljesen hidegen hagyja, sőt, még nevetségesek is találják. Egy URH-s kocsi követte őket? Egy árokban hever, el akarták kerülni a karambolt. Ezt én találom nevetségesnek. És a tettesek autója? Sikerült meglépni vele, a körözés ellenére. De mi van Marx-szal? Tudnélik, hogy igazán szemtanú. Szükségünk van rá. Hazavittem, mert nem beszámítható. Még mindig nem nyugodott meg. Ellenkezőleg meggyőződése, hogy ő a hibás. Hát nem az. Ha? Egy kezdőt egy pillanatra sem engedek el a szemem elől. Maradt volna ott ő, és telefonált volna a fiú. Ne légy igazságtalan. Miért vagyok igazságtalan? A mi idegeinkre ki van tekintettel? Senki. Amúgy is dögfáradt vagyok. Miért nem fekszel le végre? Mert nem tudok aludni. Folyton az eszemben jár. Hallom a lövéseket. Elkezdek rohanni. Meglátom Reinhardtot a földön fekve, fölé hajolok, azt kérdi, valamit rosszul csináltam. Ez soha nem megy ki a fejemből. Hallom a hangját. Mintha itt lenne, a szobában. De attól semmi sem lesz jobb, hogyha átvirasztod az éjjelt. Ugye? Most megint mi bajod? Mennyi az idő? Mindjárt 4 óra, már világosodik. Most kit akarsz fölhívni ének idején? Fel kell keltenem. Meg fogja érteni. Halló, tessék! Ne haragudj, Stefán, hogy ilyen késő zavarlak, de valamit elfelejtettem mondani. A fiú, tudod, elnézést, egy kissé összezavarodtam. Szóval azt a férfit, aki a fiúra lőtt, azt... Szóval annak a külsejét le tudom írni, vagyis egész pontosan le tudom írni.
Jó, rendben van, ez tovább segít bennünket. Nem értem, miért nem mondtam meg neked már előbb. Ez kellett volna elsőnek megmondanom. De várj csak, először azt mondtad, hogy nem láttad őket rendesen. Hogy mit mondtam? Ezt sosem mondtam. Ez nem így van. Mikor mondtam volna? Pszt. Jó, nincs semmi baj. Ne haragudj. Talán félreértettelek. Most feküdj le egy pár órára. Szervusz. Kész a reggeli, csak le kell ülnötök hozzá. Mi van apuval? Reggelit csinált. Aludt? Egy percet sem, teljesen megváltozott. Jó reggelt! Ma én csináltam reggelit. Jó reggelt, Erikám! Szia, apu! Gyertek, üljetek le, nincs sok időm. Ma te vigyél a városba, Deriknél maradt az autó. Én? Nem, Erika. Jó, apu. Ne aggódj, most már semmi bajom. Az autó nagy sebességgel hajtott el előtted. Igen, igen, szélsebesen, de bennem az egész teljes pontossággal rögződött. Minden képet föl tudok idézni, úgy, mint a lassító kamera. Kik ezek? Stricik és narkósok. Aha, tényleg. Kábítószer miatt hívtak ki. Egy nő hívott föl. Elváltoztatott hangon, olyan rossz franciás kiejtéssel. Stefán, igaz is, erről még beszélnünk kéne, mert most már a ti ügyetek. Álljon meg! Vissza! Ez az, megtaláltuk. Megtaláltuk? Ez lőtt rá a fiúra. Egész biztos vagy benne? Persze, hogy biztos vagyok benne. Semmi kétség. A szememben még megbízhatok. Abban legalább még megbízhatok. Na, megvan az emberünk. Mire várunk még? De Moll Konrád Koni. Kérem címmel, sőt, telefonszámmal is. Jó, föl is hívhatod mindjárt, hogy megváltozik a címe. Stefán, mit szólsz hozzá? Az ügy kiderült. Elég hirtelen. Testisértés, vétsége, kitartottság és kábítószerrel való kereskedelem. Ez mind remekül egybeillik. Mondjátok, lehet itt valamit inni? Kiszáradt a torkom. Mit innál? Egy pohár víz, az is jó. Hamar felhívom Reinhardt anyját. Most megmondhatom, hogy elkaptuk a gyilkost. Azt hiszem, várjunk még egy kicsit vele. Jó. Tessék a víz. Köszönöm. Felhívom a feleségemet, mert... Nem. Ja nem, ez a készülék nektek kell. Reggel jó kikészítettem. Hát hívd föl. Hogy? Jó.
Hála Istennek. Mindenki úszik a boldogságban. Senki sem hitte volna, hogy ilyen hamar megleszünk vele. Képzeld, egy csapásra fölismertem a pasast, bizony. Légy szíves, hív fel Erikát, jó? És újságold el. Jó, megmondom neki. Légy jó. Jó, majd jelentkezem. Köszönöm. Ne haragudjatok, de ezt el kellett intéznem. De ő sem hunyta le egész éjjel a szemét. Na? Akkor fogjuk el. Jó napot. Corrado Mollal szeretnék beszélni. Ön az? Én vagyok. És hogy önök kik, azt meg se kell kérdeznem. Csak a rendőröknek van ilyen kiállásuk. Igen? Milyen a kiállásunk? Hogy milyen? Valami teljesen áthatja őket. Talán a jog és a törvény, vagy esetleg a saját fontosságuk tudata. Mivel szolgálhatok? Engedjen be. És ha nemet mondok, akkor is bejönnek? Igen. Tessék. Nos, Stefan? Stefan, ő az. Azonnal felismertem. Biztos vagyok benne. Ez az ember tegnap éjjel lelőtte a kollégámat. Mit csináltam? Stefan, ő az. Ő az. Te voltál, te szemétdisznó! Egyedül csak te voltál! Ez így nem megy. Így nem lehet. Mi az, hogy így nem megy? Ő a gyilkos! Hogy nem megy? Szíveskednek megmondani, hogy ki ez az ember? Jó, egy pillanat. Ez Mark Szúra, kábítószerügyosztályról. Én Derek vagyok, ő Klein felügyelő, mindketten a gyilkossági csoporttól. Mark Szúra azt állítja, hogy önben felismeri azt a férfit, aki a múlt éjjel az Ingolstadter Strasse közelében lelőtt egy fiatal rendőrtisztviselőt. Tessék. Múlt éjjel? Szabad kérnem egy kicsit pontosabban. Pontosan hány órakor? 10:30. 22:30. Így elég pontos? Uraim, a tegnap estét szeretteim körében töltöttem el. Apám a születésnapját ünnepelte, amire meghívott minket. Engem, a bátyámat, a sógornőmet, és pedig este 9 órától. Pontosan éjjel 1 óráig. Ez így elég pontos? Ez nem igaz. Hazudik. Az apját, a bátyját, a sógornőjét hol találjuk meg? Oké. Szívesen segítek önöknek, és tisztázzuk a félreértést. Megengedik? Köszönöm. Nem bírok. Nem bírok vele egy liftbe szállni. Még megölöm. Lemegyek a lépcsőn. Ez az ember nem egészen normális. Mihez kezdenek egy olyan rendőr vallomásával, aki úgy látszik, nincs észnél? De észnél van, csak rossz éjszakája volt. Magára vessen, tessék. Uraim, én még lemegyek a garázsba az autómért, és előre megyek. Rendben van? Oké, de semmi görbe utat. Mondtam, hogy segítek önöknek. Ez a Marx teljesen kivetkőzött magából. Ilyennek még sose láttam. Mint a mindenáron bűnöst akarna találni. Meg is kell találnia. Hol van? Meglépett? Nem, ki hozza a kocsiját? Beugrotok neki! Megőrültetek! Na látod, itt van. Most így ügyeskedik. Stefan, Harry, esküszöm, hogy ő az. Tedd meg nekem azt a szívességet, hogy lecsillapodsz végre, jó? Ezt a kocsit is látta. Na és? Minden egybevág. Oda megyek. Gyere, várj még.
Szólok neki. Kiket hoztál magaddal? Barátoknak nem mondhatom őket. Inkább állandó kísérőknek. Walter, megmondanád az úraknak, hogy hol voltam tegnap éjjel? Hello. Hogy hol voltál? Kit érdekel? Csodálkozom? Hát még én. De mondd meg. Te nem mondtad meg? De azt a születésnapot tőled is akarják hallani. Vagy úgy. Tegnap este egy kis családi ünnepséget tartottunk. Apám hányadik születésnapját? A 70-et, bár már évek óta ennyi. Na, mondd meg nekik. Egész este együtt voltunk. De most már érdekel, hol kellett volna feltétlenül lenned? Az Ingolstädter Strasse-n. Az hol van? Na hát, na hát! Stefan? Tessék. Az a másik is lehetett, de nem vagyok benne biztos. Hello, apa, zavarhatlak? Uraim, jöjjenek be. Üdvözöld az urakat, a rendőrségtől vannak. Semmi okom a nagy üdvözlésre. Bizonyos emlékeim gátolnak benne. Akkor én üdvözlöm, hogy túl legyünk rajta. Felőlem? Mi az? Mit követtél el? Jöjjenek be. Hans, gyere be. Miről van szó? Hol voltam tegnap este? Ah, megint alibi kell? És mit csináltál szerintük? Tegnap este hány órakor? Fél tizenegykor. Fél tizenegykor lelőttem egy embert. Ah. Egy rendőrt. Ugyan? Mi az az őrültség? Volt egy tanú, aki látott. Az beteg volt? Vagy tévedett? Te itt voltál? A fiam itt volt? Tegnap este ebben a házban a születésnapomat ünnepeltem. Gratulálok. Utólag is. Ki mondta, hogy látott? Én. Ha azt mondja, hogy itt volt a fia, hazudik. Ki ez az ember? Bűnügyi nyomozó, aki jelen volt egy fiatal kollégájának a lelövésénél. Aha. És aki fölismert a fiamat, habár ő ugyanakkor itt volt, hm? Ennyi, uraim, ne tegyék magukat nevetségessé. A legjobbkor jöttél. Ez a menyem. Mit elsz úgy, mint a háromig sem tudnál számolni? Nem zavarok? Nem, szükségünk van rád. A tegnap estéről beszélgettünk. Méghozzá arról, hogy hol volt korát sógorod. Tegnap este? Hát itt. Eljött a születésnapodra. Miért? Mi van? Állítólag lelőtt valakit. Konrád? Hallod, mit mondok? Hol volt Konrád tegnap este? Mint mondtam, itt a házban. Hát akkor jöjjenek velünk. Ki menjen? Hova? Mindenki. A főkapitányságra, a vallomásokat jegyzőkönyvbe vesszük, amit alá kell írniuk. Időpocsékolás. Szervusz, kicsi. Szia. El kell mennem elintézni valamit.
Meddig? Meddig fog tartani? Nem sokáig. Nem tart sokáig, de minden esetre adok neked enni. Jó. Kenhetek neki egy kenyeret? Természetesen. Nem hal éhen a gyerek. Siessünk, legyünk túl rajta. Jöjjön. Mennem kell, kicsim. Hülyék. Miért viselkedsz úgy, mint egy utaléba, há? Nem tetszett nekem a kihallgatáson. Eleresztették. El kellett engedniük, tehát jól végezte a dolgát. Jól? Én vért izzadtam. Vártök filkok egytől egyig. Egy szavunk se lehet rá, nem? Mi? Egy szavunk se lehet? Nem először csinálják ezt. Ezek mindent megbeszéltek, részletekbe menően. Igen, de vagy elfogadjuk a jegyzőkönyvet, vagy megcáfoljuk. Stefan, mi ez? Bocsánat. Konrad de Mol, kábítószerkereskedő, büntetett előéletű. A bátyja büntetve volt, autólopásért, apja büntetve volt, betörés miatt. Na, mit mondtam? Bűnözők. Az egész család bűnöző. Mit érnek egyáltalán ezek a jegyzőkönyvek? Ha? Semmit. Na hát, szerintem az államügyészség igazat fogadni nekünk. És a bíró is. Persze azt hiszik a fickók, hogy ezzel megúszszák. Soha életemben nem maradtam adósa senkinek. Fölismertem a pasast. És ezzel a jegyzőkönyv el van intézve. Tudod, valamit egy egész kicsit jól csináltam. Nem sokat. Jó, tudom, tudom. Ezzel már nem támasztom fel, de... legalább megtaláltam a bűnöst. Hol van Erika? Mostanában végez. Fölhívom. Már fölhívtam. Akkor is ezen túl kell esnem. Főzök neked teát. Tessék. Jó napot, Roland úr. Jó napot, uraim. Foglaljanak helyet. Doktor úr. Tessék. Köszönöm. Hát igen, letartóztatási parancs. Legyen, ne legyen. Szóval ez mind a család alibije. Természetesen fennáll annak a gyanúja, hogy ezeket csak mentségükre hozták föl. Ha megnézzük, kik adják ezeket az alibiket... Hazudnak, az egész klán hazudik. Önnek mi a véleménye? Hát én is azt gondolom, hogy ezeket az alibiket kitalálták. Különösen az asszony, ez a de Molné ébreszt bennem kétségeket a vallomását illetően. Miért pont az asszony? Mert láthatóan meg van félemlítve. Alig mondott valamit, az volt az érzésem, hogy egyszerűen kényszerítették erre a vallomásra. Szóval itt az áll, hogy értesítették önöket, egy nő telefonált, és megadott egy autórendszámot. Nem lehet, hogy ez a nő a sógornő volt? Igen, én is ezt kérdeztem Marx-tól, de azt mondja, hogy azt a hangot egyértelműen elváltoztatták. Marx úr, most mondja meg nekem egészen őszintén. Tényleg abszolút biztos benne, hogy fölismerte a gyilkost? Abszolút biztos vagyok. No, igen, de éjszaka volt. Csak akkor látta meg azokat a férfiakat, amikor a lövések már eldördültek, amikor már az autóban ültek. Igen, de nem volt olyan sötét, egy csomó lakókocsi álltott, és autók bekapcsolt fényszóróval. És az autójuk? Egyenesen felé jött, és mellettem el. Igen, de nem vakított el a fényszóró? Dehogy, nem vagyok vak. Amikor azt a férfit azonosítottam, egyetlen pillanatig sem kételkedtem. Jó. Akkor vegyük azt az embert előzetes őrizetbe. Derik úrnak mi a véleménye? Igen. Jó, jó. Gyere, Hans.
Örülök, hogy így alakult. Már is jobban vagyok. Ott lehetek, amikor letartóztatjátok? Nem szeretném. Miért nem? Tudod, hogy mit jelent nekem? Igen, éppen ezért nem. Egy rendőr nem engedhet meg magának ilyen érzelmeket. Sem rokon, sem ellenszenved. Igen? Akkor se, ha egy társad az orrod előtt nyiffank és egész életedben nyomja a lelkiismeretedet? Ide hallgass, én sajnállak, de... Egye fenne, gyere! Letartóztatási parancs. Nem mondják komolyan. Nézze meg jól. 4-1. A kollégája vallomása az egész családom ellenében. Kiszámíthatja, milyen esélyük van. Uraim, önök művelt bűnügyi szakértők. Tényleg elkerült-e a figyelmüket, hogy a kollégájuk idegállapota meglehetősen zilált? Ezzel ugyan nem mennek semmire. Pillanat, szólj apádnak. Apu, gyere, telefon. Ki az? Ki az? Ki beszél, kérem? Téged hív, de nem mondja meg a nevét. Itt Marx. Ki beszél? Mondja meg. Furcsa. Egy férfi akart veled beszélni. Azt mondta, fontos. Marx? Halló? Halló, mit óhajt? Adok egy jó tanácsot. Vonja vissza a vallomását. Ajánlom, hogy fogadja meg ezt a tanácsot. Hogy vond vissza? Hallottad? Vonjam vissza a vallomásomat. Na hát, nem szívleljük meg a tanácsát. Deriket nem hívott fel? Engem nem fog. Egy névtelen telefon megbolondítani. De ki lehetett? Nem ismerem a hangját. Hagyjuk. Föl kell venni. Mi az, hogy kell? Halló, ki az? Téves számot hívtam. Marx vagyok. Azt hittem, az férfi. A lánya vagyok. Már elindultak magukhoz. Elkapják az apját. Ne haragudj, Stefán, de a nők akarták, hogy mindenáron fölhívjalak. Két névtelen telefon jött, és most nyugtalankodnak. Na, megjött. Hagyjatok magunkra. Megint az ágyból rángattalak ki? Nem baj, az a fontos, hogy fölhívtál. Kétszer telefonáltak? Igen, kétszer, nem háromszor. Először nem szólt bele, aztán egy férfi, egy ismeretlen hang. Hogy vonjam vissza a vallomásomat? Mikor én vettem föl, egy nő volt. Olyan volt, mintha részeg lett volna. Azt mondta, hogy... Azt mondta, vegyük komolyan, mert már elindultak ide. És akkor megszakadt a vonal. Az egészet kicsit dramatizálja. Házunkban lövöldöznek a feleségemre, meg a gyerekemre. Harry, gyere azonnal. Marxnak belőttek a lakásába. Na.
Most legalább tudjuk, hogy a vallomásod igaz. Jobb bizonyíték nem is lehetne rá. Stefán, képzeld el, ha egyikünk az ablaknál állt volna. Megbolondultatok! Tűnés onnan! Menjetek az ablaktól! Menjetek! Nem volt még elő! Tűnés innen! Mondtam már, hogy menjetek innen! Hagyd! Elmúlt a veszély. Szép. Van már eredmény? Szemtanúk nincsenek. Az autó idejött, lőttek, és rögtön mentek tovább. Lelőhették volna a feleségemet, a gyermekemet. Úgy, mint azt a fiút. Isztok egy kávét? Köszönjük, nem még. Elmegyünk valahová. Viszontlátásra. Persze, hogy mindent tudtál. Nem. Megmondtam. Nem. Mindent tudtál, nem, mindent elmondtam. Nem tudtam. Ne hazudj! Én ezt nem bírom. Bírnod kell. Nem szeretem. Nem érdekel. Elmegyek. Maradsz. Elmegyek. Ott is maradsz, azt mondtam. Itt maradsz. A kései vendégek nem mindig a legjobbak. De nem bánom. Jöjjenek be. Jó estét. Jó estét. Micsoda meglepetés. A vendégeinket nem válogathatjuk meg mindig. Miről van szó? Mondja, itt lakik az apjánál. Igen, itt. A lakás nagy. Az apám egyedül él, úgyhogy ez a kézenfekvő. Még valami? Igen. Hol töltötte a mai estét? A mai estét? Ezen túl könyvelést vezessünk minden tettünkről. Az öcsémet letartóztatták minden ok nélkül. Erről beszélgettünk. Itthon. Ha leülnek, tovább is beszélgethetünk róla. Mami, nem tudok aludni. Apu, nem tudok aludni. Mondok neked egy mesét. Miről? Az álommanóról. Az álommanó minden este ellátogat a gyerekek szobájába. Van egy nagy-nagy homokkal teli zsákja. Ha a homokot szúr a szemedbe, elalszol és álmodsz. Mami, tovább hogy van? Nézést. Jöjjön be nyugodtan, Marx úr. Ha zavarok, később is visszajöhetek. Nem, egyáltalán nem zavar. Majd átmegyek, jó? Hát, azért jöttem, mert tettem azt a vallomást. És? Na, és az egészet megint alaposan végig gondoltam, úgyhogy... Egyébként ön hívta föl rá figyelmemet, avval a fényszóróval, meg hogy különben sem voltak valami jó fényviszonyok, gondoltam... Mármint az egésznek olyan gyors volt a lefolyása is, pedig azt hittem, hogy pontosan felismerem a tettest, és aztán elgondolkodtam, talán egyszerűen hajtott az a kívánság, hogy megtaláljam Reinhardt gyilkosát. Minél hamarabb megtaláljam, és azért jöttem, hogy megmondjam önnek. Be kell látnom, hogy tévedtem. Hallottam, hogy tegnap este belőttek a lakásába. Igen, rám és a családomra. És telefonon felszólították, hogy vonja vissza a vallomását. Igen. Igen, de annak a másik dologhoz nincs semmi köze. Az csak egyel több ok volt, egy végső lökés, hogy még egyszer végig gondoljam. Köszönöm.
Tehát visszavonja a vallomását? Harry, ennek semmi köze a tegnapi lövöldözéshez. Stefan, kérlek, higgyétek el, tényleg így van. Ha az egészet még egyszer jól átgondolom... Mit fogsz most csinálni? Hazaküldtek. Szabadságoltak. Akkor menj haza. De az egy teljesen hétköznapi dolog, hogy az ember visszavonja vallomását, vagy nem, abban nincs semmi becsületbevágó. Nincs. Becsületbevágó nincs. Tudom, mit akarsz ezzel mondani. Iszonyú emberezelt. Csodálod? Ó! Mosolyogni. Párba. Forog. Jó. Kecsesen. Mehettek. Na, siess, itt várnak el, jó? Szállj! Jó napot, asszonyom. Mit akar tőlem? Szeretnék beszélni önnel. Négy szem közt, és minél hamarabb. Egyszer már kihallgatott. Nem akarom kihallgatni. Csak beszélni szeretnék önnel. Nem tudok. És nem akarok. Asszonyom, ha igazán meg akarja védeni a kislányát, akkor beszélnie kell vele. Jössz enni? Gyere már! Te is azt hiszed? Ne kezd megint előről. Te is azt hiszed, hogy beadtam a derekamat? Nem, nem, gyere. Elhűl az étel. Ma a központban voltam. A rendőrorvos kiírt beteg állományba. Mostantól szabadságon vagyok. Jó. Akkor használd is ki. Térj magadhoz. Leszerepeltem. Mindenki előtt. Volt, aki kezet se fogott velem. Biztos csak képzelődsz. Tessék. Várjon, kérem. Inkább ön mondja meg neki. Tessék, itt Marx. Jó napot, Marx. Köszönetet szeretnék mondani. Hát ez így dukál. Ha majd egyszer én segíthetek, állok rendelkezésére. A gyilkos megköszönte.
kérlek szépen, eresz ki. Nem. Jaj, na igazán eresz ki. Na, várj csak, na várj csak. Wow. Nagyon félek. Hát nem értik. Én nekik... Ki vagyok szolgáltatva? Nem tehetek semmiről. Amikor Walter el akart venni, csak a nagy lehetőségre gondoltam, hogy Európába jöhetek. Nem is sejtettem, hogy hová, mibe keveredek. De most a kislányomat féltem. Elvehetik tőlem. Tehát ön volt, aki telefonált. Azt mondta a kollégámnak, vizsgálja meg azt a kocsit, ilyen és ilyen, ez a rendszáma, és éjjel az Ingolstadt-es Strasse közelében fog állni. Ebben lehetőséget látott rá, hogy megszabaduljon a férjétől. Így volt? Igen, ám, de kényszerítették az alibi vállalására, hiszen az a családi ünnepség nem létezett. Nem. Egy ilyen családban nem lehet fölnevelni egy gyereket. Inkább visszamegyek. Ismét előzetes letartóztatást fogunk indítványozni. Az ön férje ellen is. Jó. Mondd csak. Egész este így akarsz mászkálni? Nem, hanem megint elmegyek. Hová mész? Te mondtad, hogy használjam ki a szabadságomat. Ciao. Angyalka, repi! Még egyszer. Angyalka, repi! Na, itt vannak az elfogatási parancsok. Hol lehet a férje és a sógora? Hol lennének? Ahol minden este. Önökkel mehetek. Szeretném látni, hogy letartóztatják. Az teljesen ki van zárva. De hadd lássa mindenki! Hogy nincs többé hatalmuk fölöttem. Kérem, nem vállalhatjuk a felelősséget. Maradjon itt, azonnal értesítjük, jó? De Mol, hol van? Felügyelő uram! Gratulálni akar nekem? Maradj összeg! Épp a szabadulásomat ünnepeljük. Sajnos megint le kell tartóztatnom. Önt és a bátyját. No fene! Az a bolond még mindig ugrál? Egy épésre vagy lövök! De Mol! Ne csináljon őrültséget. Dobja el a fegyverét.
Szóval, neked köszönhetek mindent. Remek feleséged van. A bolond ember. Menjen az utamból. Nyom meg. Már nem most nem szoroz. Bemutattuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét, Éjszakai őrjárat. Írta Herbert Reinecker. Derrick főfelügyelő Horst Tappert, magyar hangja Szabó Ottó. További magyar hangok: Gálvölgyi János, Szersény Gyula, Kránic Lajos, Mór Marianna, Détár Enikő, Pap János, Jani Ildikó, Koroknai Géza, Baranyi László, Újréti László. Magyar szöveg Neményi Róza, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Szőnyi István, vágó Katona Edit, gyártásvezető Dudás Ica, szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. A filmet fényképezte Michael Georg és Hannes Fürbringer. Dietrich Hauck.